elmúlt 4-5 hónap, ami mögöttünk van, ez egy mentálisan és szellemileg rettentően megterhelő korszak volt, főleg még mondjuk azoknak a számára is, akik kénytelenek voltak az otthonaikban dolgozni, mint mondjuk személy szerint én is. A teraszok megnyitásával felcsillan a remény, hogy hamarosan talán visszanyerhetjük a régi életünket, és minden visszatérhet a régi kerékvágásba. Az országban több helyen is lázasan készültek a vállalkozók a várva várt lazításra, a vendégek egy része pedig már napokkal a nyitás előtt lefoglalta a helyét az újra nyíló teraszokon. Ismét útra keltünk, ám ezúttal a vendéglátóhelyek tulajdonosait és fiatalokat kérdeztünk a teraszok újra nyitásával kapcsolatban. Ugye nyithatnak a teraszok, az éttermek, bisztrók és a bárok teraszai, viszont ti úgy döntöttetek, hogy mégsem nyittok. Milyen megfontolásból? Hát nagyon sokáig gondolkoztam rajta, hogy igazából mi legyen, vagy mi ne legyen, de végül sajnos az mellett kellett döntenünk, hogy maradunk zárva. Én mindenképpen ki szeretném várni a szeptember-októbert, mert van egy ilyen teóriám, hogy én szerintem még visszajönnek ezek a mindenféle tiltások, meg stb. Úgyhogy mivel nekünk a bisztró elég nagy területen van, a minimum a 10 fő, ami itten kell, hogy legyen. Összes lányt elengedtük még decemberben, mert úgy gondoltuk, hogy a kiszállításnak nincs olyan nagy értelme számunkra. Úgyhogy nekem most új embereket kellene beszereznem, betanítanom. Ez minimum egy másfél hónap. Mivel december óta zárva vagyunk, akkor mindent lekapcsoltunk, hűtők, mélyhűtők, mindent abszolút kikapcsoltunk, kitakarítottuk a benti részt, próbáltunk mindent hazavinni, ami még olyan volt, hogy fel lehet használni. Teljesen új raktárkészletet kellene beszerezni, ami nem kevés pénz. Ez az egyik része. Másik része, hogy egyszerűen nekünk ez nem elég, hogy nyithatnak a teraszok számunkra, bár nagy teraszunk van, nagyon sok étteremnek nincs ekkora terasza, de számunkra ez nem elég. A kiszállítása abszolút nem vagyunk megelégedve. Ez az étterem, ez nem erre indult, hogy most dobozból egye meg az ember a ételt, hanem tényleg ez egy nagyon szép kaja, szépen be van dizájnolva, látvány véget is csináljuk, és azt szeretnénk, hogy asztalra lehessen kitenni a kuncsaf telé melegen. Minden esetben friss alapokból dolgoztunk, helyi termelőktől szoktunk vásárolni mindent, amit lehetett, persze. Sajnos is ezt már kétszer megszívtuk, hogy a friss alapanyagokból elég sok tönkre ment márciusba és decemberbe is. Hogyan lehet túlélni egy ilyen időszakot? Akinek ez az egyetlen, azt szerintem nagyon nehezen. Mi lesz az a pont, amikor te azt mondod, hogy oké, most már zöldet adok és nyithatunk? Ha hosszú távon gondolkozok, akkor március 2022. Viszont ezt a szeptember-októbert is kivárjuk, ha véletlenül nem lenne igazam, bár csak ne lenne, és minden mehet tovább, és normális életet tudunk élni, akkor mi megnyitunk ősszel is. Mit gondolsz, mennyi ideig fog tartani, amíg helyre jöttök ebből a helyzetből? Hát biztos, hogy nagyon sokáig, az már most biztos, mert azt már megtapasztaltuk márciusban. Az a nyár az egy kicsit azért visszahúzott minket, és segített rajtunk, de ez most már olyan sokáig húzódik, és annyi sok pénz lett fölöslegesen belenyomva, amikor ugyebár csak szállítani lehetett, vagy stb. Amikor csak túléltetek. Igen. Úgyhogy. Úgyhogy akkor jó pár hónap, vagy akár évekről is beszélünk? Hát évekről azért nem, mert elég gyorsan vissza lehet huppanni ebbe, és hál' Istennek sikerült úgy összehozni, hogy most ilyen nincs mínuszba a dolog, csak nullán tartom, úgyhogy nem olyan vészes, de az, hogy az emberek esetleg elszoknak, én kíváncsi leszek most is, hogy mennyire fognak merni az emberek egyáltalán kimenni, illetve megszokták, hogy otthon főznek, rájöttek, hogy sokkal olcsóbb persze, vagy esetleg még mindig félnek. Mi a véleményed arról, hogy kinyitottak a teraszok?
Szerintem ez egy nagyon jó döntés abból a szempontból, hogy végre enyhültek ugye a járványügyi intézkedések, szóval ez egy jó alternatíva azok számára is, akik rendelkeznek terasszal, mint például itt a kávézóban, és végre örülök, hogy kiülhetek a barátnőmmel egy kávéra, és jókat beszélgethetünk. Hogyan élted meg ezt az elmúlt egy évet? Mennyire hiányzott az, hogy beülhess egy jó kávéra, beszélgethess a barátaiddal? Mindenképpen azt mondanám, hogy ez egy jó érzés, hogy itt ülhetek, ugyanis a társas kapcsolatok inkább most már csak ilyen internetes szolgáltatásokon keresztül működnek, és nehéz így az emberekkel kommunikálni szemtől szembe, és ez a járványhelyzet még rá is segített arra, hogy ez gyengüljön ez a kapcsolat, úgyhogy örülök, hogy végre kinyitottak a teraszok. Hogyan élték meg ezt az időszakot? Mekkora bevételkiesést jelentett ez önök számára? Nehezen éltük meg, igen, kellett oldani ezt a helyzetet, hogy a vendégek nem ülhetnek be, nem fogyaszthatják el itt az ételt, csak a kiszállítás, vagy pedig személyes átvétellel fogyaszthatják, vihetik el az ételt. Hát a bevétel forgalomról beszélünk, akkor egy 30-40%-a volt csak a normál napi forgalomnak. Próbáltuk megoldani, alkalmazottakat megtartottuk. Szerencsére ők is úgy álltak hozzá, hogy elfogadták a kisebb, alacsonyabb fizetést. Az államtól valójában a támogatást csak a bérekre valamennyit kaptunk, de hát próbáltuk megoldani úgy, hogy kisebb költségvetéssel működtünk, de át kell valahogy vészelni ezt az időszakot. Nekem itt az étterem mellett működik egy vinotéka, és szerveztünk, havi jelleggel szoktunk szervezni borkóstoló vacsorákat, amikor a borász eljön és bemutatja a bort. Tehát 7-8 bor bemutatása mellett 3-4 fogásos vacsorával kedveskedünk a vendégnek. Ezek most mind kimaradtak. Nekem is volt szervezve, most is volt ígéret, hogy jönnek. Mikor októberben életbe léptek ezek az intézkedések, ezek a rendeletek, mi volt az első gondolata? Hogyan próbált pozitívan hozzáállni ez a dologhoz? Készültünk a télre, tehát készítettünk egy szép téli kertet, a teraszt betéliesítettük, hogy majd a vendégek kényelmesen érezhessék magukat egész télen, ott is le tudjanak ülni, legyen egy jó a hangulata, úgyhogy ez a beruházásunk is jelenleg nem tudtuk kihasználni. Lehetett volna tiltakozni, lehetett volna bármi feketén, vagy valakit beültetni, nem tettük. Próbáltuk átvészelni ezt az időszakot. Anyagilag is nehéz volt, de főleg mentálisan volt nehéz nekünk is, mert alapfilozófiánk az, hogy a vendég jól érezze magát, és az okoz örömet nekünk is, hogyha a vendég megdicséri és elégedetten távozik tőlünk, és most ez az időszak is kimaradt az életből. Nehéz volt ilyen szempontból is átvészelni, de egyelőre azt mondom, sikerült. A vendégek hogyan reagáltak a nyitásra? Sokan jöttek? A 30%-os forgalomhoz képest már most van egy 60-70%-os emelkedés a látogatottság. Délben főleg sokan jönnek ebédelni, kiülnek a teraszra, a jó időszak, akkor még többen. És például ma estére is van több asztalfoglalásunk, tehát emberek örülnek szerintem annak, hogy végre kimozdulhatnak, és végre társaságban lehetnek, beszélgethetnek, és nem csak dobozból kell elfogyasztani azt az ételt, hanem kulturáltan tányérból, és fogyasztatnak mellé akár valami italt is. Nyugodtan kijelenthető, hogy egy nagyon nehéz év áll a vállalkozók, a kisvállalkozók mögött. Ön hogyan látja a gasztronómia, a vendéglátóipar jövőjét? Mennyire változtathatta meg mindezt ez a nehéz év? Szerintem változik, és több oldalon is utána olvastam és néztem is, és például budapesti éttermeknél is azt mondják, hogy főleg ezek a gyors éttermek, vagy legalábbis nem azok a nagy nobl éttermek fognak működni, hanem inkább, ahol az emberek úgy kényelmesen, gyorsabban elfogyaszthatják. Tehát valahol átálltunk, de viszont másik oldalon nagyon sokan átálltak arra, hogy hazarendelik az ételt. Tehát megszokták azt a kényelmet, hogy telefonál, vagy pedig a megrendelés házhoz visszük, neki házhoz szállítjuk. Akár tálakat is készítünk, nem csak egy kis dobozokat, hanem több személyes tálakat is készítünk, és sokan rendelnek házhoz. De én bízom benne, az emberekben megmaradt az, hogy akarnak beszélgetni a többiekkel, nem lesz ez a bezártság, nem lesz ez az elidegenedés, ami kezdett kialakulni most ez a vírus miatt, ami nekem személy szerint nem tetszett, hogy szomszéd szomszéddal nem beszél, vagy még családon belül is emberek nem beszélgetnek egymásra. Szerintem ez egy nagyon fontos, hogy leülünk, nem az étel a fontos, hanem az, hogy eszünk közben, de közben beszélgetünk és jól érezzük magunkat. Szóval a mentális egészségünkre is pozitív hatással egyértelműen lett volna. Én a fiatalokat sajnálom, akik valóban nem tudtak találkozni, nincsenek a szórakozási lehetőségeik, mind bezárva, és eddig is jobban a magukba fordulva voltak, és most még jobban elzárták őket a
barátoktól, ismerősöktől. Hogyan látja a kisvállalkozók a gasztronómiában, a vendéglátóiparban tevékenykedő emberek jövőjét? Mennyire tudnak fennmaradni, boldogulni? Mert rendben, hogy megnyithattak a teraszok, de szigorú feltételek mellett. Ha jók az információim, akkor valójában az éves bevételnek egy 10-15%-át teszik ki csak a teraszok a gasztronómiában országos szinten. Tehát akinek van egy szép fedett terasza, mint mondjuk nekünk is van, az talán most tud, de sok étterem van, akinek nincs terasza, és még nem is tudott nyitni. Úgyhogy nem tudom, nehéz lesz biztosan visszarázódni, és főleg attól függ, hogy az emberek mennyire fognak nyitni, mennyire akarnak jönni, és mennyire akarnak újra étterembe járni, és újra így beszélgetni. Legelőször arra gondoltunk, hogy tényleg pár hónap is elfelejtjük ezt az egészet. Akkor még úgy voltunk vele, hogy túl fogjuk élni, ha lecsökkentjük a kiadásainkat. Tényleg abszolút minden kiadás, a tulajdonos nővel is nagyon korrektül meg tudtunk egyezni a bérleti viszonyról. Szerencsére alkalmazottakkal is meg tudtunk egyezni, de viszont utána be kellett látni, hogy ez egy sokkal hosszadalmasabb dolog lesz, és mi se ülhetünk otthon, és várhassuk a nyitást. És ezért kitaláltuk közösen az egyik beszállítónk a sörházhoz szállítást. Ugyebár ez commerce klasszikus sörökkel nem működhet, mert azt ugye multik nyitva tartottak, és bárki bármikor meg tudta venni. De kézműves, illetve csapolt kézműves sör, speciálisan csapolt kézműves sör, speciálisan zárva, sörgázzal csapolva, az nem igen volt itt elterjedve abszolút. Hetente egyszer-kétszer szállítottunk házhoz, megrendeléses alapon, szerencsére jó idő miatt abszolút volt rá igény, és mivel hogy erre volt igény, volt bevételi forrásunk, tudtuk fejleszteni a kínálatot. És minden egyes rendelőnek, vásárlónak azóta is hálás vagyok, hogy még ez alatt is mi fejlődni tudtunk, és bővíteni tudtuk a kínálatot, új hűtőt tudtunk vásárolni, új technológiával tudunk csapolni. De ha mondjuk a bevételi kiesést nézzük, oké, hogy volt egy alternatív megoldásotok, de ettől függetlenül nem üzemeltetek. Mekkora bevétel kiesést jelentett ez számotokra? Igazából azért nem tudok erre pontos választ adni, mert második évbe léptünk a nyitás óta, és nem volt még igazából egy átlag bevételünk, amiből tudtunk volna felállítani egy olyasmit, hogy mi mennyitől fogunk elesni. És nem is akartuk, őszinte leszek, nem is akartuk ezt számolni, hogy mi mennyi pénztől fogunk elesni. Mi azt akartuk, hogy most is tudjunk fennmaradni, tudjuk túlélni, és tudjunk fejleszteni. És szerencsére láttam a városban, hogy több ilyen hely is van, aki próbálkozik, akár étterem, akár másról van szó. Azokkal a tulajdonosokkal én is beszéltem, és azért ők is vontak le pozitív következtetéseket is. Csak azért tudtak levonni, mert nagyon kitartóak voltak, nem adták fel, és kergették álmukat ugyanúgy, mint mi. És most a nyitás napján mit tapasztaltál? Milyen visszajelzéseket kaptál a vendégektől? Hát izgultunk, nagyon izgultunk, hogy mi fog történni. Minden este azért elég sokan megfordultak, nagyon, nagyon jól tudtuk pörgetni a kínálatot, már mind gondolok így a csapolt sörökre, a craft sörökre, a kézműves sörökre, úgyhogy állandó szinte naponta tudtuk cserélni a csaplistát. Bíztam abban a munkában, amit belefektettünk a pandémia alatt is, hogy egyszerűen nekünk működnünk kell, szívünket, lelkünket beleraktuk, és egyszerűen muszáj volt, hogy működjön. Egy igazán nehéz év áll mögöttünk. Fiatalok számára talán még nehezebb volt, hiszen semmilyen szórakozási lehetőségetek nem volt. Most a koronavírus járvány terjedése alább hagyott, egy újra kiülhetünk a teraszra kicsit lazítani. Ti hogyan fogadtátok ezt a enyhítést, és milyen év áll mögöttetek? Hogyha objektíven tekintem a kérdésedet, akkor azon gondolkozom, hogy az elmúlt 4-5 hónap, ami mögöttünk van, ez egy mentálisan és szellemileg rettentően megterhelő korszak volt, főleg még mondjuk azoknak a számára is, akik kénytelenek voltak az otthonaikban dolgozni, mint mondjuk személy szerint én is. Most, hogy tényleg megtörtént ez az egész, és hogy végre a teraszokra beülhetünk, kihatunk egy kávét, esetleg egy jó hideg sört, csapolcsört, vagy egy kofolát, ez nem csak egy pozitív visszajelzés abból a szempontból, hogy végre
lássuk a fényt az alagút végén, úgymond. És akkor haladunk valamára, és reméljük, hogy hátunk mögött hagyjuk ezeket az időszakokat. És ha péntek estét nézem, vagy a szombat estét, mint az, aki velem egyidős, a 25 évesek, a 24 éves korosztály, hogyha én így vártam, akkor el sem tudom képzelni, hogy a még fiatalabbak mennyire vannak toppon ettől az érzéstől. És akkor először ültetek ki a teraszra, az milyen érzés volt? Én eddig fel sem fogtam, hogy ennek mekkora jelentősége van, hogy ezek a hétvégék a teraszon ülés. Most sokkal nagyobbra értékeljük ezt, hogy végre kiülhetünk a teraszra. Számos enyhítés lépett érvénybe az utóbbi napokban, viszont azt még nem jelenthetjük ki, hogy győzedelmeskedtünk a koronavírus járvány felett. Muszáj betartanunk még bizonyos óvintézkedéseket. Te hogyan állsz ehhez az egészhez? Mennyire tartod fontosnak, hogy ezeket az óvintézkedéseket betartsd? Én személy szerint igyekszem betartani, ahogy lehet, akkor minden héten elmegyek tesztelni. Hogyha ez kell ahhoz, hogy egy jó hideg sört megígyek, akkor biztosan. Nagyon rossz volt az, hogy nem tudok menni sehol szinte így, hogy nem is tudok kimozdulni otthonról, maximum annyira tudok kimozdulni, hogy kiviszem a kutyát sétáltatni, vagy például kimegyek sétálni a utcába, de ez már nagyon hiányzott, hogy beüljek a haverokkal, egy sör, vagy egy hideg sört megígyunk, vagy egy kofolát, szódát, ilyesmit. Mi volt a legnehezebb ebben az időszakban, ebben a koronavírus járványos időszakban? Ebben időszakban írom a szakdalimat. És nekem az volt a legnehezebb, hogy a tanárokkal konzultálni, meg így online megoldani mindent, ez nagyon nehéz volt. A másik meg a bezártság. Teraszok megnyitásával nem nő a veszélye annak, hogy esetleg egy újabb hullám söpörjön végig Szlovákián? Mikor egy üzletben bent van együtt 60 ember egy zárt térbe, és a teraszon például ül kint 30 ember, szerintem nincs nagyobb különbség, mert nagyobb esélye elkapni bent, mint kint. Ez a véleményem. Nehéz teljesen őszintén örülni neki, szerintem azért nem szabad elfelejteni azt, hogy még mindig egy pandémia kellős közepén vagyunk. Ugyanakkor az embereknek a fegyelmezettsége, a hajlandóság arra, hogy betartsák a szabályokat, az egyre csökkent, és ez valahol érthető is, mert ezek az intézkedésekkel, amiket hoztak, igazából nem lehetett igazságosan bánni. Valaki sokkal rosszabbul járt vele, mint mások, és az emberek egyre frusztráltabbak voltak ezáltal, én úgy érzem. És ezen biztos vagyok benne, hogy segít az, hogy a teraszok kinyitottak, mert sok helyen megtapasztaltuk már azt, hogy egy kis enyhítés a szigorban az a szabályoknak a betartása szempontjából általában pozitív hatású. Én igyekszem a magam részéről odafigyelni arra, hogy ha megiszok pár sört, akkor még mindig ne boruljak össze a barátaimmal. Ha véletlenül úgy alakul, akkor pedig minél hamarabb teszteljek, mert sose lehet tudni. Összességében az embereknek tényleg a hajlandóságának jót fog tenni az, hogy egy kicsit talán megbízhatóbbnak érzik ezáltal a rendszert, hogy megengedtek nekik valamit, amit ők logikusnak tartanak. Az első hullám az nagyon váratlanul ért minket. Épp a bővülés előtt álltuk, szerettük volna megnyitni a benti részt, ahol most vagyunk, de egy nappal később bezártak minden éttermet, szóval ezt így el kellett engednünk. Majd bezárták a közelünkben lévő iskolákat is, eltűntek az emberek az utcáról, így az addigi megszokott termékeink, amik ilyen egyszerűen kézben elvihető street food ételek, így abszolút nem fogtak. Az első héten kb. Ilyen 95%-ot esett vissza a bevételünk, így hát egy gyors krízis kezelése volt szükség. Picit újra gondoltuk a működésünket, változtattunk a termékpalettánkon, elkezdtünk ebédeket főzni, ezzel egy új szegmenst szólítottunk meg, és a házhozszállítást is elindítottuk, ami hát szerencsére tetszett az embereknek, pozitívak voltak a visszajelzések, így az első hullámot túléltük, majd jött a nyár, kinyithattunk pár hónapra, kicsit belekóstolhattunk a valódi vendéglátásba, pozitívan terveztünk előre, hogy majd jön az ősztél, amikor itt kihasználhatjuk a benti tereket, de aztán jöttek az újabb korlátozások. Senkinek nem az az álma, aki vendéglátózik, hogy dobozokban
adja ki az ételt az ablakon, vagy éppen abban a napi két órában, amikor mindenki ebédelni szeretne, akkor rohangálni vele és kiosztani. Szóval, hát harcolunk a túlélésért. Ugye most a terasznyitás előtt álltok, ti egy héttel eltoltátok a terasznyitást, miért van ez így? Gyorsan jött ez is, hogy akkor terasznyitás, nem számoltunk még ezzel, nagyon pici teraszra lesz lehetőségünk, úgyhogy elkezdtük szervezni, oldani a dolgokat, hogy hogyan tudnánk ezt a kis teraszt kihasználni. Gazdaságilag mennyire viselt meg titeket? Hát, az, hogy ugye bevezettétek ezeket az újításokat, az pont a túlélésre volt elég, vagy esetleg profitáltatok is belőle? Mi egy fiatal vállalkozás vagyunk, szóval ami maradt pluszban, annak a nagy részét azért még mindig forgatjuk vissza. Van még hova fejlődni, mindig van hova fejlődni, főleg egy ilyen fiatal vállalkozásnál. Mindenkit ki tudunk fizetni szerencsére, ahogy említettem, nem költünk el senkit. A profit az olyan, hogy most ez ketten vagyunk tulajdonosok, részünkről ez egy ilyen türelmi játék most, hogy nyilván mi vagyunk azok per pillanat, akik nem veszünk ki annyit, mint amennyit beleteszünk per pillanat, energiát, de hát tudjuk, hogy erről szól egy vállalkozás, építünk valamit, és aztán majd beérik a gyümölcse. Vagy hát látom is benne, hogy lehet ez még jobb, de ez most egy ilyen időszak, ezt el kell fogadni. Új ügyfeleket hol tudtatok megszólítani, ugye, hogyha nem volt személyes kontaktus, akkor ezt hogy oldottátok? Mi az elejétől kezdve interneten kommunikálunk szinte, csak és kizárólag. Akkor, amikor jött ez a pici profilváltás, akkor egy fokkal intenzívebben kommunikáltunk, online felületek, közösségi média leginkább. Ami a leghatásosabbnak bizonyult, az az emberek véleménye. Szóval a legtöbb új ügyfél, vagy legtöbb új vendég, az annak köszönhetően jött, hogy ajánlották egymásnak az emberek.